Közfeladatot ellátó szervezetté vált az Országos Horgászszövetség, vagyis a MOHOSZ. Ez több változást is jelent a horgászok életében, hiszen a jogosultságok mellett kötelezettségeket is kaptak a szövetségek, ez érinti az állami jegyek kiadását is. Sokkal gyorsabbá vált a folyamat, hogy online mód lett kiadva az állami jegy. Eddig is volt hozzá program, de ez egy sokkal kompaktabb, sokkal egyszerűbb kezelhetőségű program, és reményeink szerint folyamatosan modulokból fölépülve egy idő után alkalmas lesz az egyesületek tagnyilvántartására, az értékcikkek elszámolására, valamint akár a horgász ellenőrzés is, tehát hogy ezen keresztül online módon történnek meg az ellenőrzések, sokkal egyszerűbben a horgászkártya támogatásával. Ezen felül változás, hogy mostantól ingyenesen lehet horgászvizsgát tenni, és a tervek között szerepel, hogy a papír alapú vizsgát itt is felváltja majd az online megoldás. Ennek a bevezetése még kérdéses, de több feladat már most is a megyei szövetség előtt áll. Nagyon sok fejlesztést terveztünk, mert szeretnénk, hogyha a horgászok kulturáltabb helyen, kulturáltabb környezetben tudnának horgászni, szeretnénk, hogyha sokkal több lenne. Ez több dolog is kell. Egyrészt a telepítés azt gondolom már most is magas szinten valósult, meg 71 millió forint értékben telepítettünk az elmúlt évben is, ez rengeteg halat jelent. Igazából a halőrzés, a kormorángyérítés és a területek fejlesztése, ívó élőhelyek fejlesztése, ez a jövő megoldandó problémái, ebből is vannak már kész fejlesztési tervek. Új a megyére érvényes szabály, hogy a szövetség kezelte vizeken a csónakos horgászathoz kiegészítő jegyet kell váltani. Ez a 20 000 forintos engedély mellé még 5 000 forintos költséget jelent.